Kedves vendégeink, akkor elkezdjük a Fecske és a Tengerész csoport ballagási ünnepségét. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban megtiszteltek bennünket, és eljöttek erre a kis ünnepségünkre. Az időjárás most közbeszólt, nem kint az udvaron tartjuk, de próbáltunk idebent is komfortos körülményeket teremteni. Tudjuk, hogy nem túl kényelmes a kis szék és a pad. Türelmüket kérjük, nem lesz túl hosszú a műsor. Már jeleztem korábban is, hogy kérem szépen, majd ha fölállnak a padról, nagyon figyeljenek azok, akik a gépén ülnek, nehogy véletlenül billenjen a pad. Ez előfordul a gyerekekkel is a tornapadnál. Ez a technikai része volt itt a kis ünnepségünk kezdetének. Ballagási ünnepségén. Kedves nagycsoportosok, ballagó visaim! Nagycsoportosok vagytok, iskolába készültök. Nagyon gyorsan elszaladt ez a 3-4 év, amit itt töltöttetek az óvodában. Nem felejtjük el azt a napot, amikor először jöttetek óvodába. Volt, aki az első pillanattól úgy viselkedett, mintha világ életében óvodába járt volna. Volt, aki lassan, óvatosan fedezte fel előbb a csoportszobát, majd az udvar. Volt, aki egész nap az óvónéni ölében akart ülni, s bizony volt olyan is, aki sírva kapaszkodott az anyukájába. Az óvónéni, Dajka néni szeretettel vigasztalták a sírókat, biztatták a félékeket, óvták azokat, akik túlságosan bátornak mutatkoztak. Büszkeséggel és boldogsággal tölt el bennünket, hogy a családok legféltettebb kincseiket, gyermekeiket bízták ránk. Minden gyermek külön kis csoda, nincs köztünk két egyforma, s valóságos csoda látni, ahogy felnőttek, látni, mit lesznek egyre önállóbbak, ahogy bűvályos történeteket mesélnek nekünk, bátrak és kezdeményezőkészek, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már ki is nőtték a mi kis óvodákat, és az iskolába készülődnek. Ahogy mondani szokás, az egyik szemünk sír, a másik nevet. Sír, hiszen nagyon fáj a búcsú, nagyon fogtok nekünk majd hiányozni. De nevet is, mert tudjuk, milyen jól feltaláljátok majd magatokat az iskola világában. Milyen magabiztosak lesztek, könnyen alkalmazkodtok az új szokásokhoz, és megértitek az új szabályokat. Sok új barátot szereztek majd, izgalmas élményekkel gazdagodtok, megismerkedtek a betűk és a számok világával, és rengeteg fontos dolgot tanultok majd az iskolában. Drága kis ballagó, nem sokára átlépitek az iskola kapuját,
és már csak látogatóba jöttök hozzánk az óvodába. Érezzétek nagyon jól magatokat az iskolában is. Kiránduljatok a számok birodalmába, a betűk országába, és legyen tele az iskolatáskátok sok-sok tudással, mosolygó arcúval, piros ponttal, vidámsággal és szeretettel. Drága ballagó nagycsoportosok! A ballagó tanisznyátokat megtöltöttük az együtt töltött napok, évek emlékeivel, apró kis emlékokkal. Az általunk készített kisfilmet a közös óvodai élmények, kirándulások, játékok elemenetek meg, melyet ha szeretnétek, majd bármikor megnézhettek szüleitekkel, nagyszüleitekkel, keresztszüleitekkel együtt. Így emlékezve az óvodai élményekkel. Gondoljatok mindig olyan szeretettel óvodátokra és a veletek foglalkozó felnőttekre, mint ahogy mi is neveltünk, szerettünk benneteket, és gondolunk rátok a jövőben is. Kedves szülők! A mai nappal nem csak gyermekeik életében, de jelképesen az önökében is lezárul egy fejezet. Véget érnek az óvis szülői évek. Bízom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézik majd vissza ezt az időszakot, mint mi, a nyitékék óvoda dolgozói. Emlékszem, amikor 3 évvel ezelőtt először találkoztunk, megköszöntem önöknek, hogy megtiszteltek bennünket a bizalmukkal, és rákbízták legféltettebb kincseiket, a gyermeket. Úgy gondolom, a későbbiek során is a kölcsönös bizalom jegyében telt el az együtt töltött idő, és igazi közösség kovácsolódott az óvodánkban. Köszönöm önöknek a sok segítséget, az állandó megerősítést. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is szeretném megköszönni a szülőktől kapott sok-sok segítséget és támogatást. Külön köszönöm a szülői szervezet tagjainak a sok éves munkáját. Köszönöm a csoport életében és a szülői közösség munkájában nyújtott sok-sok segítséget a Fecske csoportból Gárdonyi Karpusz Rékának. Kedves szülők! Kérem, engedjék meg, hogy Schiller szavaival búcsúzzam önöktől. Minden elmúlik, mint az álom. Elröpül, mint a vándormadár. Csak az emlék marad meg a szívemben, halványan, mint a holtsugár. Most pedig megkérem a ballagó nagyokat, hogy búcsúzzanak el az óvodától. De 3 év örömével megyek tovább.
Kedves Ugónéni, Ajka néni, kérlek benneteket, helyezzétek a gyerekek vállára a tarisznyát, és búcsúzzatok el ti is kis ballagóinktól. Ültesd fel. Kedves szülők,
Hagyományteremtő céllal szeretnénk a családok számára egy kis ajándékot átadni. Örökös zöld óvodaként, környezet és természetvédő óvodaként egy kis töltfa csemetét ajándékozunk minden család számára. Kérünk benneteket, gyerekek, hogy szüleitekkel együtt kötessétek el ezt a kis töltfa csemetét. Óvjátok, védjétek, gondozzátok, neveljétek közösen. Kívánjuk, hogy a felnövekvő fa mindig emlékeztesse a családunkat óvodákra. Most megkérem a kolléganőimet, hogy adják át a szülőknek a kis facsemetéket. Ünnepségünkből megjelent minden kedves vendégünk, kedves kollégáink. Szeretettel köszöntöm még egyszer Önöket a Tiszafüredi óvodák Nyitniképp tagóvoda, Széncinege és Gólyacsoportjába járó nagycsoportosok ballagási ünnepségén. Kedves nagycsoportosok, ballagóvisaink! Nagycsoportosok vagytok, iskolába készültök. Nagyon gyorsan elszaladt ez a 3-4 év, amit itt töltöttetek az óvodában. Nem felejtjük el azt a napot, amikor először jöttetek óvodába. Volt, aki az első pillanattól úgy viselkedett, mintha világ életében óvodába járt volna. Volt, aki lassan, óvatosan fedezte fel előbb a csoportszobát, majd az udvar. Volt, aki egész nap az óvónéni ölében akart ülni, s bizony, volt olyan is, aki sírva kapaszkodott az anyukájába. Az óvónéni, Dajka néni szeretettel vigasztalták a sírókat, biztatták a félékeket, óvták azokat, akik túlságosan bátornak bizonyultak. Büszkeséggel és boldogsággal tölt el bennünket, hogy a családok a legféltettebb kincseiket, gyermekeiket bízták rá. Minden gyermek külön kis csoda. Nincs köztük két egyforma, s valóságos csoda látni, ahogy nőnek, látni, mint lesznek egyre önállóbbak, ahogy bűvályos történeteket mesélnek nekünk, bátrak
és kezdeményezőkészek, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már ki is nőtték a mi kis óvodákat, és iskolába készülődnek. Ahogy mondani szokás, az egyik szemünk sír, a másik nevet. Sír, hiszen nagyon fáj a búcsú, nagyon fogtok hiányozni nekünk. De nevet is, mert tudjuk, milyen jól feltaláljátok majd magatokat az iskola világában, milyen magabiztosak lesztek, könnyen alkalmazkodtok az új szokásokhoz, és megértitek az új szabályokat. Sok új barátot szereztek majd, izgalmas élményekkel gazdagodtok, megismerkedtek a betűk és a számok világával, és rengeteg fontos dolgot tanultok majd az iskolában. Drága kis ballagók! Nem sokára átlépitek az iskola kapuját, és már csak látogatóba jöttök hozzánk az óvodába. Érezzétek nagyon jól magatokat az iskolában is. Kiránduljatok a számok irodalmába, a betűk országába, és legyen tele az iskolatáskátok sok-sok tudással, mosolygó csillagszemű arccal, piros ponttal, vidámsággal és szeretettel. Drága ballagónak csoportosok! A ballagó tanisznyátokat megtöltöttük az együtt töltött napok szép emlékeivel, apró ajándékokkal. Az általunk készített kisfilmen a közös óvodai élmények, kirándulások, játékok elevenednek meg, melyet ha szeretnétek, bármikor megnézhettek szüleitekkel együtt, így emlékezve óvodai élményekre. Gondoljatok mindig olyan szeretettel volt óvodátokra és a veletek foglalkozó felnőttekre, ahogy mi is itt neveltünk, szerettünk benneteket, és gondolunk rátok a jövőben is. Kedves szülők! A mai nap nem csak gyermekeik életében, de jelképesen az önökében is lezárul egy fejezet. Véget érnek az óvis szülői évek. Bízom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézik majd vissza ezt az időszakot, mint mi, a nyitikék óvoda dolgozói. Emlékszem, amikor 3 évvel ezelőtt először találkoztunk, megköszöntem önöknek, hogy megtiszteltek minket a bizalmukkal, és ránk bízták legkértettebb kincsüket. Úgy gondolom, a későbbiek során is egy kölcsönös bizalom jegyében telt az együtt töltött idő, és igazi közösség kovácsolódott az óvodában. Köszönöm önöknek a sok segítséget, az állandó megerősítést. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúton is szeretném megköszönni a szülőktől kapott sok-sok segítséget és támogatást. Külön köszönöm a szülői szervezet tagjainak a sok éves munkát. Köszönöm a csoportok életében és a szülői közösség munkájában nyújtott sok-sok segítséget a Gólya csoportból Hegyi Szőke Adriennek és Tihanyi Mihály Évának. Kedves szülők, kérem engedjék meg, hogy Schiller szavaival búcsúzzam önöktől. Minden elmúlik, mint az álom. Elröpül, mint a vándormadár. Csak az emlék marad meg a szívemben, halványan, mint a holtsugár. Most pedig megkérem a ballagó nagyokat, hogy búcsúzzanak el az óvodától. Vala piroska, várnak engem új kalandok. Jaj, de fura elbúcsúzni, kicsi voltam kisgyerek. Milyen aprók a bukorok, már rájuk sem ismerek. Emlékszem, hogy bizony éltem az első óvis napomon. Azt gondoltam, okol némit kedvelni sosem fogom. Haragudtam anyukámra, engem ide miért hozott? De félelmem lassan-lassan szeretetté változott. Minden reggel okol néni ölelésre fogadott, mosolyával, hallgatójával, varázsolni jól tudott. Megnőttem már, itt az idő, most iskolába indulok, várnak engem új kalandok, mindent tudni akarok. Velem marad a sok emlék, magammal mind elviszem, nem felejtem az óvodát, mert nagyon jó volt itt nekem. Éva, Éva csendő, 3 éves
tudom, ezt nem lehet, meg is értem, és elmegyek. Vágyom is a sok tudásra, váratlan könyvét a táska. Csengő hív a tantermekbe, vár a betűszámok lecke. Obónéni kisfajtások, néha azért visszajárom. Kedves óvónénik, Bajka nénik, kérlek benneteket, helyezzétek a gyerekek vállára a tarisznyát, és búcsúzzatok el ti is kis ballagóinktól. Thank you.
Kedves szülők, most megkérem őket, hogy egy ballagon csokrot hozzanak ki a gyerekeknek, és ezt követően kérem szépen az édesanyukákat és az édesapukákat, hogy álljanak a gyermekünk mögé. Hagyományteremtő céllal szeretnék a családok számára egy kis ajándékot átadni. Örökös zöld óvodaként, környezet és természetvédő óvodaként egy kis törzskacsemetét ajándékozunk minden család számára. Kérünk benneteket, gyerekek, hogy szüleitekkel együtt ültessétek el ezt a kis törzskacsemetét. Óvjátok, vigyétek, gondozzátok, neveljétek közösen. Kívánjuk, hogy a felnövekvő fa mindig emlékeztesse a családokat, az óvodákra. Megkérem most a kolléganőimet, hogy adják át a családok számára a facsemetéket, és megköszönöm a kedves szülőknek, hogy kifáradtak, ezt követően foglaljanak a helyet. A munkájukba, kihatásukba vetett hitet. Kedves óvónéni, a búcsú perceiben Kárdinia Büchner szavainkat az eszembe. Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaikból. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években is bebizonyítottuk, hogy közösen a nehéz akadályokat is le tudjuk győzni. Kívánom, hogy mindannyiunknak legyenek tervei, céljai a jövőben is. Mindezek megvalósításához kívánok minden kedves jelenlévőnek jó egészséget, sok erőt és boldogságot. És annyit szeretnék elmondani, hogy akik a tornapadokon ülnek, azok kérem szépen, hogy figyeljenek majd fölálláskor, hogy akik a végén vannak, villanyosakor, mert hogy életen baleset történhet. Ezt még mi is el szoktuk felejteni, néha azért is mondom. Egy
Kedves szülők, kedves gyerekek! Óvodai Balagás ünnepségünkből megjelent minden kedves vendégünk, kedves kolléganőim! Szeretettel köszöntöm minden kedves jelenlévőt az Iszapüredi óvodák Cseperedő tagóvoda Napsugár és Szivárvány csoportjába járó nagycsoportosok Balagás ünnepségén. Júliter Szilvia vagyok, az intézmény igazgatója. Világságban és hatalmában, a magasban megterült társadalmában.
Vajta néni, kérlek benneteket, helyezzétek a gyerekek vállára a talisznyát, és búcsúzzatok el ti is kis ballagóinktól. Thank you.
De soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaitól. Úgy gondolom, az elmúlt években is bebizonyítottuk, hogy közösen a nehéz akadályokat is le tudjuk győzni. Kívánom, hogy mindannyiunknak legyenek terveik, céljaik a jövőben is. Mindezek megvalósításához kívánok minden kedves jelenlévőnek jó egészséget, sok erőt, boldogságot a családjában. Végezetül az óvodán működését támogató Bajcsi úti Csimontákért Alapítvány segítségét, támogatását szeretném kiemelni és megköszönni. Megköszönöm az Alapítvány kuratóriumának azt a sok segítséget, amit kaptunk az elmúlt években. Külön megköszönöm azt a sok-sok szülői, nagyszülői támogatást, melyet kaptunk a kedves szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, amit kapott az Alapítvány. Valahol nagy csoportosai az Alapítvány támogatásával jövő héten kirándulnak a Porosztói Ökocentrumba. Kedves vendégeim, kedves Ballagonnal csoportosok! Ezzel ballagási ünnepségünk véget ért. Megköszönöm még egyszer mindenkinek, hogy nem tisztelt bennünket jelenlétével. További szép délután és estét kívánok a családoknak. Köszönöm szépen!